Ez itt az új Huawei Watch GT 5 Pro, a gyártó idei zászlós hajója okos óra fronton, ami jobb lett, mint az előd, sőt, az egyik legjobban megérős okos óra, amit valaha teszteltem. Külső hardware, szenzorok, valamint szoftver terén is komolyat gurít. Én Renátó vagyok, a videóban pedig elmondom, hogy milyen lett a Huawei Watch GT 5 Pro. Kezdjünk! A kicsomagolás nem tartogat nagy meglepetéseket, fekete doboz közepén az órával, amiről csak a kijelzővédő fóliát kell letépni, és használatba is vehető. A dobozban van még egy rövid beüzemelési papírocska, ami tényleg elég rövid, illetve egy mágneses töltőfej USB-A véggel. Verziók terén létezik egy női és egy férfi variáns, előbbi 42 mm-es és kör, utóbbi 46 mm-es és oktagon forma, anyag használat terén pedig a női nanokristály kerámiát és titánt használ, a férfi pedig teljes titán házat és linettet kapott, illetve mindegyik verzióhoz van kettőféle szí opció is. Nézzük is ezt a nálam levő fekete 46 mm-es példányt. Az oktagon forma inkább a klasszikus, analóg luxusórákra hajaz, és ezzel a titánium borítással nos, hát eléggé prémiumra sikeredett, és bár a dizájn az ugye mindig szubjektív, szerintem ez nagyon-nagyon ott van. A férfi modellből a fekete változat fekete fluoelasztomer szíjat kapott, a másik, a titán színű pedig titán szíjat, na az is elég menő. Ez a fluoelasztomer szíj nagyon kellemes tapintású, puha és rugalmas, kényelmes a viselete. Az egész óra összképe tényleg az anyaghasználat, érzetre és ránézésre is prémium, sőt, akár már luxusnak mondható, no meg ez az anyaghasználat ez jót tesz a tartóságnak, strapabíróságnak, a titán erősebb és könnyebb, mint az acél, szóval a súlyra is jótékony hatással van, szíj nélkül mindössze 53 g, szíjjal együtt is mindössze 79 g. Hogyha már strapabíróság, 5 ATM és IP69K szabvány tud, és 40 méter mélységig búvárkodni is lehet az órával. A párosítás könnyű bármilyen telefonnal, legyen az Huawei, Android vagy iOS rendszerű. A Huawei Health App telepítése után pikpak megtalálja az órát, és pár beállítás, és már el is lehet kezdeni a használatot. Androidosoknál annyi apró macera van, hogy a Play Store-ban nincs bent az applikáció, a Huawei oldaláról kell letölteni hozzá az APK-t, és onnan telepíteni, de ennyi. De például Samsungon, a Samsung alkalmazásboltban viszont megtalálható a Huawei egészség app. Nézzük a kijelzőt, ami elég jó, nagyon éles, nagyon fényes, jók a színek, szuperül jelenik meg rajta bármilyen tartalom. A kijelző a 46 mm-es modellnél 1,43 hüvelykes AMOLED panel, 466x466 pixeles felbontással, így tűpontos kijelzőt kapunk, nincsenek látható pixelek. A fényerő automatikus és nagyon magas, így napfényben is tökéletesen leolvasható, a betekintési szöge is nagyon jó, és természetesen mindig bekapcsolt kijelző funkciója is van. Remek a panel, de a kijelzőkáva vastagsága engem idén is egy kicsit zavar, viszont fekete alapú óraszámlappal már nem is feltűnő. Óraszámlapból rengeteg van az órán, ezek módosíthatók is dizájn és komplikációk terén is, illetve szinte végtelen féle van a Huawei abban. Sok ezek közül ugyan fizetős, de az ingyenes szekcióban is rengeteg van, és a telefonról pillanatokon belül telepíthetők az órára. Az operációs rendszer a Harmony OS jelenleg 5.0-es verzió, ez már egyébként ismerős lehet, hogyha használtál mostanában Huawei okosórát. Az óra hardware típusa az nem ismert, de gyorsan, akadásmentesen futtatja a rendszert, a használat pedig egyszerű és magától értetődő. A kezdőképernyőn lefelé legyintve a vezérlőközpont jön be, itt pár gyors gomb és eszköz érhető el. Lentről felfelé suhintva az értesítéseket találjuk, ez egyébként a Messenger és az Instagram értesítéseidet is mutatja. Az értesítésekről azt kell tudni, hogy iOS alatt nincsen rájuk reakció lehetőség, csak látod és törölni tudod őket, míg Androidon be lehet állítani pár gyors választ is, amit ilyenkor el lehet küldeni az óráról, sőt a beépített billentyűzet segítségével ott bármilyen válasz is írható. További limitáció sajnos, hogy a Huawei Wallet az nálunk sajnos nem működik, iOS-en nem is jelenik meg, Androidon igen, de jelzi, hogy a régióban nem támogatott. Az óra így mobil fizetésre sajnos nem használható, ami azért nagy kár. A kezdőképernyőn jobbra vagy balra suhintva a widgetek érhetők el, ezek személyre szabhatók, olyan widgeteket teszel be, amilyeneket csak szeretnél.
ahhoz, hogy ezt szerkeszteni tudd, a widget oldalon csak hosszan kell nyomnod a képernyőt. A beállítások is jól átláthatók, a már említett widgetek, a kijelző, a hangok, a rezgések, az edzésbeállítások, a rendszerfrissítés, minden van szerintem könnyen megérthető a logikája. A legomb az alsó gombot jelenti, ez egy programozható gomb, körülbelül bármit rá tudsz programozni, és a megnyomásával azt a funkciót indítja el egyből. A tekerhető korona hosszan nyomásával lehet az órát kibe kapcsolni, valamint egyszerű megnyomással a menüt elérni, tekerésekor pedig haptikus visszajelzés is van. Az appok megjelenítése rács vagy lista nézetben is lehetséges. Telefonhívásokat is lehet vele fogadni, a minőség kiváló, valamint hívást is lehet indítani, de csak a kedvenc kontaktok hívhatók, amiből maximum 10-et lehet megadni a telefonos applikációban, vagy a híváslistáról lehet még hívást indítani. Az óra használata tényleg rendkívül egyszerű, a menük felépítése teljesen logikus, ez az egész rendszer villámgyorsan fut. Szenzorok szempontjából egy újabb TrueSense szenzorpakkot kapunk, melyek fejlettebbek és gyorsabbak, pontosabbak, mint a korábbiak. Van gyorsulásmérő, giroszkóp, magnetométer, optikai pulzusmérő, barométer, hőmérsékletszenzor, fényérzékelő, EKG, valamint mélységérzékelő és GPS is. A sajtóanyag kiemeli például a véroxigén szintmérésnél a korábbi 4 helyet 12 csatornán érzékli az adatokat, így az algoritmus pontosabb eredményeket tud kihozni belőle. Külön kiemelik még az EKG javított pontosságát, valamint az új GPS antennának köszönhető további pontosságot. A pulzus vagy a véroxigén szenzor pontosságát nem tudtam letesztelni, de kondigépek által mért pulzus szerint remek a pontosság, ahogy a véroxigén szenzornál is stabil értékeket mutat, nem úgy, mint például a múltkor tesztelt Galaxy Watch. A GPS-t kipróbáltam ugyanazon az útvonalon, mint pár hete a Galaxy-t, itt sokkal pontosabb értékeket kaptam, a Huawei szerint nem repültem át a házakon. Van pár sport, ami kiemelt figyelmet kapott. A Huawei külön kiemeli, hogy a futóknak profi mérés adatokat ad, a jobb vagy a bal oldali balanszot is, valamint a vertikális oszcillációt és a talaj érintés idejét is méri, ezzel segíti tökéletesíteni a futásokat. Ráadásul még részletes, színes térkép is van az órának kültéri sportokhoz, fejlett kerékpáros asszisztens is van, valamint golf mód, ahol még a lendítés sebességét, a lendítés idejét is méri, sőt világszerte 15 000 golfpálya térképe be van táplálva az órába, számos hazai golfpálya térképe is benne lesz, és 3D nézetben mutatja a legjobb szögeket az ütéshez, így sokkal jobban átlátni a pályát, hogy hol vannak az akadályok és mekkora távolságok vannak. Aztán a búvárkodás is egy kiemelt terület, a merülés mód egy csomó hasznos funkciót biztosít a búvárkodni vágyóknak. Edzések közül jó sok be van programozva az órába, ezek finom hangolhatók is, ami pedig nincs, például a konditermi edzés, az pedig az egyéb edzést választva méri a mozgást. Van egy csomó professzionális funkció, főleg futásnál és golfnál, így akár hobbi szinten túl is hasznos lehet az óra azoknak, akik főleg sport miatt keresnek okos órát. Ja, és van még egy király funkció. Az eddig próbált okos óráknál, hogyha másik telefonhoz akartam az órát csatlakoztatni, csak teljes gyári visszaállítás után volt lehetséges. Itt viszont nem. Engedi a telefonok közötti váltást, például hogyha céges telóval és magántelóval is használnád, sőt több profilt is tud kezelni, így még az is játszik, hogyha mondjuk a pároddal közösen akarjátok használni edzésfigyelésre, kölcsön tudod adni neki, be tud lépni vele a saját fiókjába, anélkül, hogy alaphelyzetbe kelljen állítani az órát. Ez nagyon jó. Ami kevésbé, hogy e-SIM variáns nem létezik belőle, így telefon kell a normális használathoz. Végezetül nézzük az alkalmazást, ami a Huawei Health nevet viseli. A Huawei egészség abban is kezelhető az óra, valamint a készülékbeállítások innen is kezelhetők. Limitáció az viszont van. iOS-en nincs beleépítve az App Gallery, így nem lehet alkalmazásokat telepíteni az órára, valamint zenéket másolni rá. Az App Gallery a webes App Gallery felülettel némiképp helyettesíthető egy kis mókolással, de Androidosoknál viszont sima ügy, innen ugyanis telepíthetők az appok az órára. Az app 5 fülre van bontva, egészség, edzés, felfedezés, eszközök és én. Az egészség menü az első, itt láthatók az egészségügyi adatok, amiket az óra mért, valamint az egészség lóhere, ami a célunkhoz beállított napi feladatokat tartalmazza. Itt vannak az elvégzett edzések adatai is, és a regenerációs időt is itt írja, hogy az adott edzés után mennyit célszerű regenerálódással tölteni. A szenzorok által mért összes adat
itt látható, az óra folyamatosan tudja figyelni a pulzust, a stressz terhelést, a véroxigén szintet és a bőrhőmérsékletet. Van alvásfigyelő funkció is, ami pedig kielemzi az alvás minőségét, olyankor alvási légzéstudatosság figyelés is van, ami észleli az éjszakai légzés megszakításokat is. Az alvásfigyelésnél én kiemelkedően pontosnak láttam az általa érzékelt adatokat, mind az alvás hosszát, mind az éjszakai ébrenlétet jól érzékelte, így gondolom az alvás fázisokban is hasonlóan ügyes. A napközbeni szundit is remekül észleli automatikusan, ez nagyon sok órának nem megy, itt ez is rendkívül pontos. Az edzésfülön edzésterveket készíthetünk, van pár előre beállított is, valamint indíthatunk innen is edzéseket, de ezek csak sétára, futásra, biciózásra és golfra korlátozódnak ebben a menüpontban. Ezek folyamata vagy eredményei viszont figyelhetők innen. A felfedezés érdekes, ez egy új menüpont, az órával 3 hónap ingyenes Huawei Egészség Plus előfizetésre vagy jogosult, ezzel elérhető ez a menüpont. Itt konkrét edzésterveket kapunk videókkal, mindennel, célok szerint szétbontva. Jó sok kategóriára van szedve, ezek mind speckó edzések, nemzetközileg elismert edzőktől, melyek csak a Huawei Egészség Plus előfizetéssel vehetők igénybe. Hogyha itt elindítasz egy kurzust, az órán is azonnal elindul az edzés, és a telefon kijelzőjén is láthatod a pulzust és az elégetett kalóriákat. Megnéztem párat, remek és nagyon kemény edzések vannak itt. Vannak kültéri futások is, előre programozva, Magyarországról például Budapest szerepel rajta. Az eszközök menüpontban az óra beállításait lehet kezelni, például az óraszámlapokat innen lehet letölteni, vagy konkrétan az óra összes beállítása kezelhető innen, például az értesítések, az offline térképek. Itt az órára le lehet tölteni például Magyarország térképét, meg lehet keresni a készüléket, ébresztőt állítani, időjárás beállítások is vannak, valamint pár egészségügyi mérés kapcsolható innen be vagy ki. Itt állítható vissza az óra gyári beállításra, valamint a firmware is frissíthető innen. Itt annyival kiegészíteném, hogy androidos vagy Huawei telefonnal pár plusz opciót is kapsz, például az App Gallery-t, ahonnan az applikációk letölthetők az órára, amivel például a Spotify is használható az óráról, vagy a zene, az óra belső tárhelyére át lehet másolni a zenéket, hogyha nem streamelnél, hanem MP3 formátumról hallgat zenét, valamint gyors válaszok menüpont is van, így válaszokat tudsz megadni, melyekkel üzenetekre azonnal lehet az óráról is válaszolni. Na de vissza az iOS-re. Az én menüpontban pedig a saját adataid, beállításaid módosíthatók, valamint itt vannak az eredmények, illetve a jelentések. A Huawei Egészség Plus fiókodat is itt láthatod, itt be lehet állítani a célokat is, ilyenkor személyre szabott táplálkozási elemzést és tanácsokat is kínál, valamint olyan egyéb tartalmakat, mint például stresszcsökkentő és meditatív légző gyakorlatok. Szoftveres oldalról is igen oda tették magukat, és karöltve ezekkel a szenzorokkal igen erős egészség és fitness képességekkel ruházzák fel az órát. Térjünk át az üzemidőre, ami remek. 14 napos üzemidőt ígér a gyártó, hogyha kikapcsoljuk az egészségfigyelést és a szenzorokat, a kisebb modell esetén pedig 7 nap üzemidőt ígérnek ugyanilyen használati módra. Én egy okos órát úgy használok, hogy minden funkcióját bekapcsolok, azaz az összes egészségfigyelés és a mindig bekapcsolt kijelző is folyamatosan be van kapcsolva, így körülbelül 15%-ot csökkent a töltöttség egy nap alatt, azaz körülbelül 6 napos üzemidőt tapasztaltam, ami ennyi szenzorral, ilyen tudással és kijelzővel remek érték. Jó példa erre az ugyanennyiért kapható nemrég tesztelt Galaxy Watch 7, ami épp hogy kibír egy napot. Én rendkívül elégedett vagyok ezzel az üzemidővel, gyakorlatilag hetente egy, max. Kettőször kell töltőre raknod és megvagy. A töltés is jó, egyrészt sima Qi szabványjal tölt, így bármilyen azzal kompatibilis töltővel fel lehet tölteni, és a töltési sebesség is gyors. Én konkrétan nem értem, hogy ezt a konkurensek ezt miért nem tudják. És elérkeztünk az értékeléshez, és a véleményem az, hogy remek okos óra lett a Huawei Watch GT 5 Pro. Ez a példány 140 ezer forint, ennyiért kvázi luxus kialakítást kapsz, zseniális sajú üzemidővel, remek kijelzővel és könnyen használható kezelőfelülettel, sokrétű és pontos szenzorokkal és piszkosul jó hozzáadott szoftverrel, ami az egészségfigyelésben, a helyes életmódban és a sportolásban is nagy segítséged lehet. Ahogy az is külön tetszett, hogy ha például megosztva használod az órát a pároddal,
azt is megteheted, tud több eszközt és fiókot kezelni. Vannak persze negatívumok is, például nincsen mobil fizetés, illetve nincs eSIM lehetőség, ezen az áron ezek azért nagyon hiányoznak, illetve például iOS-ről nem lehet appokat telepíteni rá, valamint üzenetekre válaszolni sem. Illetve ugye a Google támogatás hiányában nincsenek Google alkalmazások sem, bár egyébként a Huawei saját fejlesztésű appjai is felveszik azokkal a versenyt, de azok meg iOS-en nem érhetők el. 140 ezres árcímkével, főleg az Apple Watch 10-hez, vagy a Galaxy Watch 7-hez mérve, ez egy sokkal jobban megérős okosóra, ami napi használatra, egészségfigyelésre, sportolásra tökéletesen elegendő kell, hogy legyen, talán még egy kicsit professzionálisabb felhasználó szemszögéből is. A Huawei nem véletlen piacvezető az okosórák terén, ez az óra is remekül sikerült, és jó szívvel ajánlom bárkinek. Hogyha gyorsak vagytok, most így a megjelenéskor október 31-ig Huawei FreeBuds 5 i fülest adnak mellé csomagban a MediaMarktnál, a Euronicsnél és az Alzen, az akció linkjét betettem a leírásba. Hát ebben a csomagban pedig aztán nincs kérdés, hogy mennyire megéri. Ti mit gondoltok a Watch 5 GT Pro-ról? Vennétek ilyen órát? Beszéljük meg a komment szekcióban. Köszönöm szépen a megtekintést, hogyha tetszett a videó, akkor kérlek lájkold és iratkozz fel a csatornámra, hogyha érdekel a tech. Köszönöm szépen még egyszer, legyen szép a napotok, sziasztok!